még az uroknak, hogy a Real Barca meccsel azt is inkább úgy döntöttek, hogy Jobbikot hallgatnak. Így érkezett meg Gyulára a Real Madrid-Barcelona spanyol bajnoki rangadó helyett Vona Gábor. A Jobbik elnöke vasárnap este teltházas fórumon ismertette elképzeléseit, melyhez kivetítőt használt, és az apró, piros pontról mindjárt egy politikai párt jövője jutott az eszébe. Sőt, még egy ilyen kis piros ponttal még a figyelmüket is fókuszálni tudom. Előre jelzem, hogy ezt a kis piros pontot elneveztük, ennek a kis piros pontnak neve van, úgy hívjuk, hogy MSZP. Hát a április 6-a után úgy érezzük, hogy az MSZP ekkora párt lesz, vagy legalábbis ezt szeretném. Még narancsárga kis pointert nem sikerült beszereznem. A jobboldali radikális párt vezetője sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy programjukat a megélhetés, a rend és az elszámoltatás fogalmai köré építették fel. Azt mondta, a kampányban nem a többiekkel, hanem saját programjukkal szeretnének foglalkozni. Tehát nem a Fidesz-szel, nem az MSZP-vel akarunk foglalkozni, természetesen megvan róluk a véleményünk, elsősorban a programjukról kívánunk véleményt formálni, mert mi egy program szintű vitát, egy program szintű kampányt folytatunk. De ami a legfontosabb, hogy amíg a Fidesz és az MSZP egy sárdobáló, a másikkal foglalkozó kampányt folytat, mi saját programunkat szeretnénk bemutatni az embereknek, és a saját jövőképünket akarjuk bemutatni a számukra. Az ő problémáikkal akarunk foglalkozni, az ő életükkel. Varga Géza, a párt helyi országgyűlési képviselőjelöltje kiemelte. Kormányra kerülésük esetén nagyobb szerepet szánnának a helyi közösségeknek, megvédenék a magyar termőföldet, és a kisebb birtokosokat hoznák helyzetbe a nagyok helyett. 1800 hektár az, amit az új földtörvény, az elfogadott földtörvény, ami ellen mi minden áron tiltakoztunk, kézzel lábbal azt lehet mondani, amikor a pulpitust is elfoglaltuk. Most ez az 1800 hektár tendenciájában, hogyha 1800 hektár lesz a föld maximum, akkor ez kb. 2500-3000 földtulajdonost fog jelenteni, tendenciájában hangsúlyozom. Vona Gábor azt mondta, mind listán, mind az egyéni körzetekben pozitív meglepetésre számít.